Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Engedély nélkül akartak tömegrendezvényt tartani, szabálytalan módon próbált több fesztivált szervezni az Ilyen-Szekszárd frakció a járvány idején. A harmadik emeletről esett ki a 21 hónapos kislány, mentőhelikopterrel szállították kórházba. 50 éves Dombóvár, különleges rendezvényekkel ünnepelték a fél évszázados eseményt. Összefogás, új játszótér épült Kurdon. Engedély nélkül a koronavírus járvány közepén akart tömegrendezvényt szervezni az Ilyen-Szekszárd frakció a Tolnai megyeszékhelyen. A 10 naposra tervezett programsorozat megszervezésével egy magáncéget és a helyi Babits Mihály Kulturális Központot bízták meg. A cég fel is állította a színpadot a város főterén, pedig még területhasználati engedélyt sem kapott a rendezvény. Átsezső polgármester ugyanis a járvány terjedése miatt hivatalos állásfoglalást kért több hatóságtól. Ezek közül most kettő megjött, és mindkettő azt írja, a mostani helyzetben nem lehet biztonságosan tömegrendezvényt tartani. Eközben az ország egyik legelismertebb virológus professzora is azt mondja, hogy egy tömegrendezvény megtartása most akár emberi életekbe is kerülhet. Pénteken már állt a színpad, a rendezvényhez szükséges technikát is állították össze a szakemberek, eközben az árusok standjai is megérkeztek a Szekszárdi Béla király térre. Itt tartották volna ugyanis az Ilyen-Szekszárd frakció által kezdeményezett őszelő nevű 10 napos programsorozatot. A szervezéssel a többségi frakció által vezetett kulturális bizottság javaslatára a szintén az Ilyen-Szekszárd tagokból álló gazdasági bizottság egy magáncéget, az Antrit Eventet bízta meg, több mint 3,6 millió forintért. Ezzel együtt felkérték a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft-t, hogy működjenek közre a programok szervezésében. Be kell kérni és el kell készíteni a biztonsági tervet, a kiürítési tervet, a szimulációt és a tűzvédelmi engedélyeztetést is végre kell hajtani. Ezeket az engedélyeket kell beszerezni egy ilyen rendezvényhez, valamint területhasználati engedélyre is szükség van. Ez a folyamat viszont időbe telik, nagyjából 20 napba. Ezt mondja a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. Vezetője. Zsikó Zoltán ezt jelezte is a Kulturális Bizottság elnökének, Csötönyi Lászlónak. A rendezvény eredetileg tervezett időpontján viszont az Ilyen-Szekszárd nem változtatott. Van egy nagyon jól érthető jogszabály, ami kimondja azt, hogy 500 fő alatt lehet rendezvény szervezni, abban az esetben, hogyha tudjuk garantálni és biztosítani a rendezvény helyszínén az egy időben történő 500 fős létszámot. Na most a Béla király téren nem megvalósítható a jelenlegi keretek között az, hogy az 500 főt tartsuk. Zsikó Zoltán ezért pénteken bejelentette, felfüggeszti a rendezvénysorozat szervezését. A terület használati engedélyt Ács a város polgármestere adhatja ki. Ő viszont a koronavírus terjedése miatt állásfoglalást kért több szakhatóságtól. Többségi frakció, 8 fős frakció, egy magán tulajdonú vállalkozás zsebébe akart pénzt tenni úgy, hogy a szekszárdiak egészségét kockáztatja, hiszen nem voltak biztosítva azok a feltételek, amelyel az elkülönítés, az egyértelmű járványhelyzetnek a kezelése meg lett volna oldva. Hétfőre már megjött a katasztrófavédelem és a kormányhivatal állásfoglalása is. Előbbi hatóság egyértelműen közölte, hogy a rendezvénynek semmilyen engedélye nem volt, így azt tilos megtartani. A kormányhivatal pedig azt írta, hogy még akkor sem lenne a járvány szempontjából biztonságos egy tömegrendezvény, ha kordonnal választanák le a fesztivál helyszínt. Mindenekelőtt én azt mondom, hogy a résztvevőknek az egészségi állapotának a megőrzése, hiszen Pakson már nagyon szigorú előírások vannak érvényben, vélhetően Szekszárdon is meg fog jelenni majd maga a vírus. Egy ilyen rendezvény pedig kiváló telepet szolgálhatna arra, vagy ahhoz, hogy ez a vírus terjedés felgyorsuljon, és veszélybe sodorjuk a fiatalokat, középkorúakat és főleg az idősebbeket. Ternán Gábor, az ország egyik legelismertebb virológus professzor azt mondja, hogy a járvány idején akár emberéleteket is követelhet egy tömegrendezvény. Azok a példák, hogy itt gólyatáborban, meg ilyen helyeken terjedt a betegség, mondjuk itt Baranyában is, meg egyetemi városokban, tehát fiatalok körében, úgy ilyen esemény során komoly lehetőség van arra, hogy tovább terjed a vírus. A koronavírussal megfertőzöttek száma eközben napról napra rohamosan nő. Az országban csak vasárnap 576 új esetet regisztráltak. A rendezvénnyel kapcsolatban megkerestük a szervezéssel megbízott Antrit Event nevű cégvezetőjét is, ő viszont nem akarta kommentálni a történteket. Szintén kerestük a Város Kulturális Bizottságának elnökét, Csötönyi Lászlót, az Ilyen-Szekszárd képviselőjét, valamint a többségi frakció elnökét, Bomba Gábort is.
Szerettük volna tőlük, mások mellett azt megtudni, hogy miért kezdtek tömegrendezvény szervezésébe a vírus gyorsuló terjedésekor, valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, miért csak napokkal a programsorozat tervezett időpontja előtt döntöttek a rendezvényről, amikor csak az engedélyek beszerzése hetekig tart. Bomba Gábor és Csötönyi László viszont adásunkig nem válaszolt a kérdéseinkre. Eddig tisztázatlan körülmények között kiesett egy társasház harmadik emeletéről egy 21 hónapos kislány hétfőn délután Szekszárdon. A gyerek az erkélyről zuhant a mélybe. Őt az édesapja vitálta a szemközti mentőállomásra. A kicsi életért sokáig küzdöttek a mentősök, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek. A Tarcsai lakótelepen található társasház harmadik emeletéről zuhant ki egy 21 hónapos kislány Szekszárdon hétfő délután. Többen hallották, ahogy kiesik a harmadik emeletről. Egy puffanást hallottam, és az rohant fel a mentőkhöz. A helyiek látták, ahogy az édesapa szólítgatja az eszméletlen gyermeket, majd a karjába veszi. Úgy tudjuk, a dráma idején a szülők otthon tartózkodtak. Az apa azonnal leszaladt segítségért és megmozdította a kislányt. Úgy tudjuk, ez volt a legfőbb probléma. Ezt követően mentőhelikopterrel szállították kórházba a kislányt. Információink szerint lélegeztetésre szorul. A mentősök sokáig küzdöttek a kislány életéért. Végül sikerült stabilizálni annyira az állapotát, hogy mentőhelikopterrel kórházba lehessen szállítani. A szülők a helyszíntől nem messze, összeülelkezve álltak. Úgy tudjuk, a gyermek édesanyja sokkos állapotban van. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt. A rendőrség a kislány ellátása idejére, valamint a mentőhelikopter le- és felszállása idejére lezárta az érintett útszakaszt. Holnapra ígértek tájékoztatást. Információink szerint büntető eljárás keretében vizsgálja majd a hatóság az esetet. Két tűzesethez és 6 műszaki mentéshez vonultak a Tolna megyei tűzoltók a hétvégén. Pénteken délután egy 50 négyzetméteres melléképületben tárolt, mint egy 100 darab kisméretű kockabála égett egy Paks és Gyapa közti tanyán. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltóparancsnokság 2 fecskendőjét és a vízszállítóját riasztották. A keletkezett lángokat, melyek a szomszédos épületre is átterjedtek, 4 vízsugár segítségével fékezték meg a beavatkozó tűzoltóegységek. Vasárnap délután körülbelül 25 négyzetméternyi területen égett avargaz, nádas és szemét Szekszárdon a Bern utcában. A tűzhöz a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik rövid időn belül eloltották a tüzet. Városa avatásának 50. évfordulóját ünnepelte Dombóvár. Az egykori mezőváros 1970-ben kapta meg a városi címet. Az áprilisról szeptemberre halasztott ünnepi rendezvénysorozat több helyszínen zajlott, majd egy gálaműsorral zárult. Az első során kiosztották a városi kitüntetéseket is. Elindult a Dombóvár elnevezésű ünnepi logóval feldíszített mozdony, ami egy éven keresztül járja majd Magyarországot. Dombóvár várossá avatásának 50. évfordulója alkalmából létrehozott rendezvénysorozat nem véletlenül indult éppen itt a vasútállomáson. Hiszen, ahogy az ünnepi beszédeken elhangzott, Dombóvár élete mindig összefonódott a vasúttal. Amikor a vasút élte fénykorát, mindig akkor élte Dombóvár városa is. 1872-ben, amikor megépült az első Dombóvár-Gyékenyesi vasútvonal, majd azt követően röviden néhány évtizeden belül, 1920-as években már 2000 vasutas volt Dombóváron, és gyakorlatilag egy új városrész, új Dombóvár jött létre. Ezt követően megkoszorúzták a Dombóváron született, egykori horvát bán Franko Vlasics a magyar és a horvát történelem kimagasló személyiségének szobrát. Az eseményeken Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki az elmúlt időszak városi fejlesztéseit emelte ki, valamint azt, hogy az idei év az együttműködésről, az emberi szolidaritásról szól. A közös ünnepségnek a megszervezése is, lebonyolítása is azt bizonyítja, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak és a városi önkormányzatnak a város érdekében mindig közös célokat kell megfogalmazni és együtt kell működni. Örülök, hogy ez már az idén meg tudott valósulni. A
A koszorúzást követően az áprilisról szeptemberre halasztott gálaműsor vette kezdetét a Tinódi házban. Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság volt elnöke, és Orbán Balázs miniszter helyettes, a parlamenti és stratégiai államtitkár mondott beszédet. Mindketten azt emelték ki, hogy Dombóváron számos fontos személyiség született vagy alkotott. Hiába bonták meg a városi titulust, közigazgatás néha furcsa szeszélyét folytán 1878-ban Dombóvártól a település jelentőségét, lokális központ szerepét mindez nem csorbította. Ezt a szerepet mutatja az is, hogy a városban és a várban számos jeles személy élt vagy alkotott itt már akár a 16. századtól kezdődően. Az ünnepi műsor a városi kitüntetések átadásával zárult. Hétfőn reggelre újabb 14 fővel emelkedett a Tolna megyében regisztrált fertőzöttek száma a koronavírus.gov.hu térképe szerint. Így összesen 84 koronavírussal fertőzött egyént azonosítottak be a járvány kezdete óta. Ezzel a 84 fővel pedig Tolna megye megelőzte Somogy megyét, ott ugyanis egyel kevesebb 83 regisztrált vírushordozót találtak. A szemük láttára ment tönkre a régi játszótér kurdon, ahová már nem szívesen vitték a szülők a gyerekeiket. A falu nem várt az újabb pályázati lehetőségre, helyette összefogtak és felújították a régi játszóteret. Szűkös lehetőségei közepette a helyi önkormányzat is beszállt a játszótér projektbe. Stílszerűen kisgyerekek vágták át a falu újjáépített játszóterének avató ünnepségén kurdon a nemzeti színű szallagot. Persze némi felnőtt segédlettel még. Nem szokványos történet, az enyészetnek indult, vandálok által is tönkretett, míg több játékkal ellátott, nagyszerű természeti környezetben levő kurdi játszótér megépítése, újjászületése. Ami figyelemre méltóan érdekesebben, nem volt ugyanis erre pályázati pénz egy fillér se. Ennek ellenére a nemes cél megmozdította a kis települést. Az önkormányzat szűkös keretéből és számos adakozásból, felajánlásból több mint 1 millió forint jött össze első lépésben. Az 1 millió 3, az tehát tisztán az anyag, a játékok, tehát a vásárolt játékok, a nem adományjátékok, csak a vásárolt játékok, és a hozzávalók, tehát a szegékő, homok, kavics, és azok az építőanyagok, amiket felhasználtunk. Nem volt hiány egyéb további felajánlásokban sem. Van, aki éppen Erdélyből fát adott, a roma önkormányzat például komplett kis házat vásárolt a játszótérnek. A sor még folytatható lenne. Az összefogás szép példája bontakozik ki a megújult kurdi játszótér ügyében. Egy a dologban érintett anyuka volt a sikeres összefogás elindítója, mondhatni főszervezője. Hittem benne, és voltak olyan emberek, akik erősítettek ebben a hitben, és kérdés nélkül vittek magukkal egészen a célig, így sikerült. Az 1800 lélekszámú kurdon az utóbbi időben szép számmal születtek kisgyerekek, ezért is vált közüggé a játszótér megújítása. A családok legnagyobb örömére folytatódott a hétvégén a bátaszéki nyárvégi esték program sorozata. Baba-mama klub, kézműves foglalkozás, ugrálóvár és palacsinta parti várta a kisgyerekeseket a Petőfi Sándor művelődési házban. A Grimaszk bábszínház produkciója pedig az északi sarktól a sivatagig repítette kalandos utazásra a közönséget. Ha családi nap, akkor kézműveskedés, ugrálóvár és palacsinta. Na meg persze bábszínház. Nem volt ez másként Bátaszéken sem, a nyárvégi esték programsorozat következő állomásán. Meg annyi környékbeli család látogatott el a művelődési házba, hogy játszon, énekeljen, nevessen, és kortól függetlenül, felhőtlenül szórakozzon. A Grimaszk bábszínház produkciója ráadásul az északi sarktól a sivatagig repítette a közönséget. A műfajnak nem véletlenül van nagy sikere a kicsik körében. Nem 50 percet kell feszülten figyelni arra, hogy megtudjuk, hogy na most akkor a farkas megette a nagymamát, vagy nem ette meg, hanem itt apró kis történetecskék vannak, vidámak, szórakoztatóak, és hogyha ők ebben részt is vehetnek, na hát akkor az számukra egy csodavilág. A bátaszéki nyárvégi esték szeptember 12-én újabb programmal folytatódik. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Bányásznapi megemlékezés Pécsen, koszorúztak a hősök terén. Kívül-belül korszerűsítették az óvodát Mázán, a Magyar Falu program keretében újították fel a létesítményt. Megmentenék az ormánság épített örökségét, Drávacsehiben átadták a helyreállított Orbán házat.
Bányásznapi ünnepséget tartottak pénteken a Hősök terén lévő emlékműnél Pécsett. A megemlékezésen köszöntőt mondott Hoppár Péter országgyűlési képviselő, tiszteletbeli bányász, Berényi Zoltán a terület önkormányzati képviselője. Az ünnepségen koszorúkat helyeztek el az emlékműnél a külszíni fejtésben dolgozók tiszteletére, megköszönve a bányászok város- és iparépítő munkáját. Örömteli, hogy a rendszerváltás óta évente kétszer is megemlékezünk a bányászok önfeláldozó munkájáról, fogalmazott dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, tiszteletbeli bányász, a Hősök terén tartott bányásznapi ünnepségen, hiszen a szeptember eleji hagyományos megemlékezés mellett a december eleji Szent Borbála hagyományt is felélesztették hazánkban, fogalmazott a képviselő. Emlékezünk a hősökre, fejet hajtunk itt a Hősök terei emlékműnél, és közben pedig azon hagyományőrzőket, akik a bányászati hagyományokat éltetik ma is, őket köszöntjük, és bízunk abban, hogy ez a 200-250 év, ami épp felépítette Pécs városát, és hozzájárult ahhoz, hogy itt önálló identitásá lett a bányászati hagyományrendszer, ezt nem feledjük. Hiába zártak be a bányák, Pécs mindig bányászváros maradt, hangzott el a megemlékezésen, amit szavalat, gitáros produkció és mazsoret bemutató tett színessé. Berényi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, számára igazán különleges ez a mostani ünnep a Hősök terén, hiszen ez a terület korábban nem tartozott az egyes számú választókerülethez, így számára is új kihívást jelent az új helyzet. Az összefogás, a közösségépítés, ami itt azért Hősök terén is hagy még némi nemű kívánnivalót maga után, ezen tudunk csak dolgozni, mindazonáltal, hogy a hagyományokat megőrizve, tiszteletben tartva, emlékezve, hogy kik tették akár az életük árán is nagyjá ezt a várost, ennek a felelőssége a miénk, hogy ezt vigyük tovább, ezt a közösségépítést, ezt az összetartozást. Az ünnepségen beszédet mondott még dr. Kunst Márta, a DK frakció vezetője, és zárásként koszorúkat helyeztek el a külszíni fejtésben dolgozók tiszteletére, megköszönve ezzel a bányászok város- és iparépítő munkáját. Országos felsőoktatási tanévnyitó ünnepséget rendeztek Pécsett. A Baranyai Megyeszékhely Egyetemén szájmaszban és másfél méteres távolságot tartva zajlott az esemény. A rektori köszöntő után az intézmény korábbi vezetője Bódis József mondta el ünnepi beszédét a megjelenteknek. A felsőoktatásért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a PTE ma is Magyarország egyik legmeghatározóbb egyeteme. Kiemelte, hazánk számára óriási lépés volt az első ilyen intézmény létrehozása, mely a mai napig fejlődik és példaként áll a fiatalok előtt. Az államtitkár a legnagyobb oktatási innovációnak nevezte a Pécsi Egyetem megalapítását. Akárhogy is veszük, a mindenfajta társadalomnak, így a magyar társadalomnak is az elitjét adja vissza, az elitjét képezi és adja vissza a társadalomnak. És itt nem csak a képzésről, továbbképzésről beszélek, hanem a kutatásról, ami az utóbbi időben megfejlődött egy olyan kihívás, amit innovációnak hívunk. Összesen 35 millió forintból újult meg a Baranyai Mázán az óvoda és az udvari játszótér. A Magyar Falu program keretében nyert forrást a beruházásra az önkormányzat. Ennek keretében kívül-belül korszerűsítették az épületet és új játékokat vásároltak a gyerekeknek. Az ünnepélyes átadásra a szeptember 4-én került sor. A legkisebbek műsorával vette kezdetét a felújított mázai óvoda átadó ünnepsége. A Baranyai településen működő intézményt 30 millió forintból modernizálták a szakemberek. A forrás a Magyar Falu program keretében érkezett az önkormányzathoz. A beruházás során az épület hőszigetelése teljesen megújult, de kívülbelül korszerűsítették a létesítményt. Az egyik csoportszoba mennyezete már nagyon rossz állapotban volt, azt teljesen letakarították, új álmennyezetet kapott, és természetesen az a csoportszoba új festést. Illetve megújult a óvodának az udvara. Mi eddig is elég sokat költöttünk saját forrásból a
önkormányzati forrásból az óvodánkra. Most pedig szintén a Magyar Falu program keretében 5 millió forintból vásárolhattak új udvari játékokat a gyermekek számára. A hazai költségvetésből finanszírozott országos projekt működésének 2 éve alatt érezhetően megtette jótékony hatását, mondta az ünnepségen a Baranya megyei közgyűlés alelnöke. Az a tendencia van, hogy amíg régen több 10, esetleg 100 ingatlan is eladó volt egy kis településen, ez most megszűnt. Tehát most már nagyon nehéz ezeken a helyes településeken eladó ingatlanokat találni, ami jelzi azt, hogy igenis a fiatalok költöznek ki ezekre a településekre, amivel azt gondolom, hogy hosszú távon sikerül megállítani ezeknek a településeknek a létszámcsökkenését. Mint azt Dunai Péter és a térség országgyűlési képviselője is megerősítették, a jövő évi költségvetésben is helyet kapott a program, melyet a településvezetők igényei alapján írnak majd ki. Hargitai János hangsúlyozta, a kormány családpolitikájának része többek között ez a program is, melynek segítségével az intézményi hátteret biztosíthatják a gyermeket nevelők részére. Ilyet a választókörzetem számtalan településen látni lehet, na nem feltétlenül olyan dinamikával, mint ahhoz Mázán történik, hisz itt elhangzott, ők 6 pályázatot is nyertek, de én azt remélem, hogy az év végére a választókörzetem 103 települése, mert ennyi van, akik érintettek, mindegyike legalább egy nyertes pályázattal rendelkezni fog, és ez a projekt még csak 2 éve fut. Az elkövetkező időszakban további fejlesztések is megvalósulnak a településen és térségében. Az eseményen elhangzott, a megyei közgyűlés jóvá hagyott egy 100 millió forintos beruházást, mely a csapadékvíz elvezetési problémákra nyújt megoldást. Elkészült Dráva Csehiben a volt tulajdonosa után Orbán háznak nevezett épület. A hivatalos átadót péntek délelőtt tartották. Az ingatlan eredetileg az 1880-as években épült, és az ormánságra jellemző építészeti jegyeket mutatja. Az épület egy nagyszabású program első eredménye, melynek célja Dráva Csehi épített örökségének megmentése az élő ormánság nevet viselő programban. Fagerendás mennyezet, kemence, tűzhely, a fürdőben fából készült kád. A falakon az ormánsági fakazettás templom belsőkről készült képek. Így állították helyre a tulajdonos után Orbán háznak nevezett épületet Dráva Csehiben. Péntek délelőtt adták át hivatalosan az ingatlant. Az építész végzettségű polgármester sem gondolta először, hogy mit rejt az átépített ház. Kőporos vakolat, panelablak, ugye rárakva a 80-as, 90-es évek összes épp aktuális stílusjegye hozzáépítgetve, nem lehetett megismerni, hogy ez az épület gyakorlatilag egy parasztház, a tornác volt az egyetlen jellemző motívum, de felmérve az épületet az alaprajzából beugrott, hogy nagy valószínűleg a Szentendrei Skanzenben lévő ormánsági ház, amit egy drávacseiből vittek fel, az egy drávacsei ház, annak ugyanez volt az alaprajza, úgyhogy egy kicsit megfordítottuk a történetet. Ugyanis az alapján állították vissza az 1880-as években készült eredetihez hasonló állapotot. A háza a pénteken kezdődő Bőkösz Fesztivál egyik helyszíne lesz, de egy hosszabb program első eredménye is, mondja a megyei önkormányzat elnöke. A Bőkösz Fesztivál az egy évben néhány napról szól, az élő ormánság program pedig az év minden napján fog zajlani, és a cél ugyanaz, hogy azokat az épített örökségeket, azokat az itt rejlő ormánsági hagyományokat, fakazettákat, az itt élőknek a kultúráját, azt meg tudjuk mutatni, és újra tudjuk építeni ezeket az épületeket, ezeket a parasztházakat. Az élő ormánság programban a Dráva Csehi polgármester elképzelése szerint a falu házait a most átadott hasonló állapotba állítják vissza. Úgy kell elképzelni a végeredményt, mintha Hollókön járnánk, csak itt az ormánsági kulturális örökség szerint változna a környezet, mondja a polgármester. Az Orbán ház megmentésére 25 millió forintot fordítottak, amit támogatás formájában kapott Dráva Csehi. És végül nézzük fontosabb tornamegyei témáinkat még egyszer röviden. Engedély nélkül akartak tömegrendezvényt tartani, szabálytalan módon próbált több fesztivált szervezni az Ilyen-Szekszárd frakció a járvány idején. A harmadik emeletről esett ki a 21 hónapos kislány, mentőhelikopterrel szállították kórházba. 50 éves Dombóvár, különleges rendezvényekkel ünnepelték a fél évszázados eseményt. Összefogás, új játszótér épült Kurdon. Kedden már derült vagy gyengén felhős égbolt, szikrázó napsütéses idő lesz. A hűvös hajnalt követően kellemesen meleg délutánra készülhetünk.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!